Felfelusi Kovács Antal apát plébános alapította az iskolát, persze akkor még egy osztályon indult csak. Az iskola története az nem nagyon homogén olyan értelemben, hogy ugye a világnak ebben a sarkában sok minden történt. Egy fontos mozzanat volt az alapítás után 1856-ban, amikor ugye a forradalom folyamányaként a gimnáziumot főgimnáziumi státuszról algimnáziummal fokozták le, sőt a kötelező tannyelv az a német lett. Hadd fűzzem hozzá, hogy latinul folyt kezdetben a tanítás, utána magyarul, tehát német lett a kiegyezés után 1867-ben visszatért a magyar nyelv, mint oktatási nyelv. Egy következő fontos mozzanat az már 1948-ban van, amikor az iskolának megszűnt a felekezeti jellege, ez katolikus gimnázium volt. Államosították, a neve is megváltozott. 1960-ban történt megint egy fontos mozzanat, amikor ezt a tiszta magyar tannyelviskolát összekeverték egy tiszta román tannyelviskolával. 1990-ben sikerült visszaállítani az önálló magyar tannyelvű liceumot, tehát onnantól vettük fel az Árpi Lajos liceum nevet kezdetben, majd 2004-től az Árpi Lajos főgimnázium nevet. Számomra az Árpi Lajos főgimnázium az egy elcsépelten hangzik, de talán egy második otthon, vagy ha nem második, akkor harmadik, mert végül is első osztály óta itt vagyok, úgyhogy most már 12 éve ide járok, és elmondhatom, hogy az életemben ami fontos dolog történt, az nagyrészt itt történt. Innen vannak a barátaim, ide jár szinte minden ismerősöm, úgyhogy tényleg minden itt történik. Szerintem ez egy nagyon jó iskola, és nekem nagyon tetszik. Az iskolán kívüli program is elég gazdag. A tanítás is nagyon jó, a tanárok kedvesek, szerintem egy ideális iskola. Célom az, hogy a diákjaimat megtanítsam gondolkodni, logikusan gondolkodni. Alapismeretekre szükség van, de ugyanakkor a gondolkodás nagyon fontos, és amennyiben alapismereteket elsajátítanak, és kicsi hozzáállás is van ugye a matematikához, mert az nem épp a legkönnyebb tantárgyak közé sorolható, akkor bizony jó eredményeket érünk el. Én azt hiszem, hogy itt mi Brassóban nyilván ezt a magyar specifikumot képviseljük, magyar iskola vagyunk, aki idejön, az nyilvánvalóan valamilyen módon kötődik a magyar szellemiséghez. Ennek egyik jellemzője a nem találok jobb kifejezésre, ez a bizonyos multikulturalizmus, ami egyetére csak azt értem ez alatt, hogy aki ebben az iskolában jár, az gyakorlatilag tökéletesen beszéli nyilván anyanyelvét, a magyar nyelvet, a román nyelvet úgy szintén, illetve hát most már angol hozzatartozik. Brassóban nincs túl sok magyar iskola a 9. osztálytól fölfele, így hát más választás nem is igazán volt, meg nagyon sok volt osztálytársam idejött. Zömmel nyilvánvalóan magyarok jönnek, elsősorban Brassóból, de nem csak Brassóból, mert például amikor liceumba megy ugye a 8. diák, akkor hát nagyjából minket választ, mert hát kvázi egyedül vagyunk a megyében, mint magyar tannyelvű liceum. Elég sok vegyes házasságból származó gyerek van nálunk, ami azt jelenti, hogy férj vagy feleség az valamelyik a kettő közül román. Ott van a Buzavirág, ez egy néptánc együttes, ami már 60 éves. Ott van a Nebulónia, ami az iskolának a diákszövetsége. Ez is lassan 25 éves múltra tekint vissza, az ország egyik legelső diáktanácsa. Ott van a Visszhang, ami az iskolának a diákújságja. Ez is már negyedszázados múltra tekint vissza. És hát még a Grimasz jut eszembe hirtelen, ami a színjátszó csoport, az Áprili Rádió, ami a folyosókon biztosít szórakozást a diákoknak minden szüneten. Hétköznaponként vannak tea délutánok, gitárestek, ilyen kézműves foglalkozások is szoktak lenni. Ezen kívül iskola másként héten elég bő programunk van,
És van egy hetünk, chill hétnek hívjuk, ott is sok kreatív feladat van, amit meg lehet csinálni. Mi gyakorlatilag nem csak iskola vagyunk ebben a térségben, mert talán nincs olyan kulturális rendezvény, ami valamilyen módon megkötődne hozzánk. Kezdve attól, hogy két vagy három brassói magyar néptárcsoportnak helyet adunk, hogy itt próbálnak. A brassói dalár, de úgy szintén itt végzi a... itt tartja a próbáit. Turista egyesület itt gyűlésezik, tehát itt gyakorlatilag minden szál ide fut ebbe az iskolába, tehát nem csak iskola vagyunk. Mivel a magyarság az egy életforma, az végig kísér minket az életünkben. Ezért nagyon fontos az, hogy anyanyelvünkön tanuljunk, és anyanyelvemen tudjam kifejezni azokat a gondolatokat, amik megfogalmazódnak bennem. Mindenki az anyanyelvén tud a legkönnyebben gondolkodni, az anyanyelvén tudja megélni az érzéseit, az anyanyelvén tud legjobban fejlődni. Nagyon sok kérdés felmerül, az alap az, hogy nem születik elég gyerek, tehát gyakorlatilag a szórányosodás az nem állítható meg, hogyha a demográfiai jelenségek ebben nem szólnak bele. Sajnos Brassóra is érvényes az, hogy fogy a gyerek létszám és szűnnek meg iskolák. Szerintem a világ legszebb városa, de Romániáé biztos, kultúrában gazdag város. Bármit megtalál itt az ember, hogyha kávézni akar, akkor azt, hogyha történelmet akar tanulni, akkor azt, hogyha ihletet akar meríteni, akkor kimegy a Cenkalá is, ott dolgozik, vagy ott ír. Úgyhogy ez egy olyan város, ahol mindenki megtalálja a helyét szerintem, és viszonylag nyugodt, annak ellenére, hogy nagy város, viszonylag egy nyugodt környezetet biztosít.